Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Én itt vagyok a munkásautóban, vagy látjátok, a munkásruhában, a munkássapkában. Amúgy ez az új munkássapkám, nem tudom, hogy mutattam-e már, vagy nem, de figyeled. Van benne lámpa! Tudod, hogy ez miért jó? Azért, hogyha sötét helyen dolgozok és bekapcsolom, akkor mindent látok. És jelenleg egy új házba dolgozunk, ahol ez a sapka rettentő jó, mert bekapcsolom a sötét szobába, vagy a fürdőszobába, és tudom, hogy mit lehet festeni, mit nem lehet festeni. Na, mindjárt lekapcsolom. És be akartam nektek mutatni ezt a házat, ugyanis dolgozunk éppen, hogy csak megálltunk ebédelni, reggelizni, ugyanis még kora van, 8 óra. 45 perc van, képzeld el, elég korán eszünk, általában 9:30-kor szoktunk, de valami oknál fogva éhesebbek voltunk, ugye megálltunk enni, és általában a legtöbb alkalommal újra festést csinálunk, tehát házakat festünk újra, de ez a ház, mutatom neked, látod, egy vadonatúj ház, ami most készül. Úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek, ugyanis ez egy hatalmas ház ahhoz képest, nem olyan túl-túl hatalmas, de az átlagnál egy kicsit nagyobb. Körülbelül van benne, nem tudom, hogy 6 szoba vagy 8 szoba biztos. Úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Hát, valaki kíváncsi rá. Amúgy ide a videó alá, ha gondoljátok, írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, mi egy átlagos, normális háznak a szobáknak a száma. Tehát én úgy gondolom, hogy egy négytagú család, ugyanis ez egy négytagú család, van egy apuka, van egy anyuka, ugye, meg van kettő kicsi gyerek. A gyerekek körülbelül ilyen 4-5 évesek lehetnek. Lehet, hogy még annyi sincs, lehet, hogy csak 3 és 4 vagy 5. Ugyanis a múltkor itt voltak, és ekkora, nem tudom, nekem ez túl nagy lenne. Én szeretem a nem olyan túl nagyot, nem olyan túl picit, olyan közepes méretűt. Gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti hogy mit szerettek, vagy mit szeretnétek majd a jövőben. Egy hatalmas házat, 16 szobával, vagy egy kisebb házat, vagy lakást. De minden, megmutatom, hogy ez hogy néz ki, és gondoljátok, írjátok meg a véleményeteket. Úgyhogy, most nyitom az ajtót, besétálok, amúgy van senki nincs itt, ugyanis hétvége van. Apukám meg az öcsém bent eszik ott valahol, ott a garázsba, és ami ez egy emeletes ház. Na minden, nyílik az ajtó. Amit bezárjuk, le van kerítve, ugyanis építkezésnél vagyunk, és az építkezésnél itt le kell mindent keríteni, nehogy valaki ugye bevenjen, nem az, hogy ellopjon valamit, de látod, ugyanis itt veszélyes tud lenni, mert van itt szög mindenfelé, itt egy nagy kuka, ott a WC, ez a fő bejárat, ez a bejárati ajtó, ott a garázs, ahova most nem megyünk be, mutatom innét, hogy hogy néz ki. Ez a bejárati ajtó, amit jelenleg most látod, itt festünk, vagyis ez az én festékem, és valahogy itt tartok, ha itt bejössz, ez egy szoba, mutatom. Hogy ez milyen szoba, nem tudom. Ilyen első szoba, fogalmam nincs, itt nem hiszem, hogy valaki aludni fog. Nem hiszem, hogy ez tévészoba, ez ilyen ülőszoba, vagy el nem tudom képzelni. Na minden, amúgy itt van egy ajtó, látod, be lehet zárni ezt az ajtót, ami most nem jön ki, mert bement a falba, de ki lehet húzni, és itt egy ablak, üveg, minden nélkül. Na minden, érdekes, megyünk tovább. Aztán bejöttünk a bejáratin, itt van egy másik szoba, ahova valószínűleg a tévé fog menni, lehet, nem tudom. Látod? Két ablak, és hogyha elfordulunk jobbra, mutatom. Itt van egy fürdőszoba, ahol egy kicsit most sötét van, itt van mellette egy, ahol lesz gondolom a mosógép, meg hasonló dolog, látod, itt ki lehet menni hátul a kertbe, itt egy szekrény, ami még nincsen beépítve. Úgyhogy megyünk tovább, ha innét kijövünk, itt van a garázs, ahol látjátok, úgyhogy megyünk tovább, erre pedig nem más van, mint a lépcső följáró, oda be lehet menni a lépcső alá, itt egy kisebb szekrény, ugye onnét jöttünk be, aztán ez a konyha lesz, látod, ahol mi még nincsen kész, ott hátul megint van benne valami, ez a, nem tudom, csak ez a spice, gondolom. Ugyanis van itt sok ilyen polcna, innenféle ilyen át, ahol lehet pakolni. A konyha valószínűleg itt lesz, majd valamikor ott lesz az étkező. Aztán ki lehet menni egy ilyen kisebb teraszra. Az úszómedence még nincs kész, éppen azt csinálják itt a dekket körbe, ahogy látod. És várjál, megyünk tovább. Ott van egy apukám, ott fel lehet menni a lépcsőn. Itt ki lehet menni hátul az udvarra, ide oldalra. Onnét jöttünk be. Elég nagy, még az udvar nem olyan túl-túl nagy, de elég nagy. Most felmegyünk az emeletre, és megnézzük azt is. Várjál, látod itt egy ablak. Vagyis sok minden még nincs kész, tehát ezeket meg kell még csinálni, nem nekünk. Be kell fejezni. Tehát még feljöttünk a lépcsőn, itt egy... Látod? Megint egy másik szoba. Hogy ez milyen szoba? Nem tudom, ugyanis ebből a szobából megy még egy szoba. Ide hátulra. Várjál, megmutatom neked.
oda mész. Ott ki lehet menni, látod az RT-re megint. És ki lehet nézni, ott a munkásautó autó, látod, ott ültünk az előbb. Ez egy elég nagy szoba, komolyan mondom. És ebben a szobában nem más van, mint várjál. Egy fürdőszoba, egy WC, meg egy másik ilyen. Mondom, ez lesz a szekrény. Én azt hiszem, látod, hogy be lehet jönni. Nagy! Menjünk tovább, ugyanis van még szoba. Várjál, innét kimegyünk. Visszértünk ugye ebbe a szobába, ide a feljáróhoz. Itt jöttünk fel az előbb, aztán menjünk hátra erre a részre. Itt van egy szoba, egy másik szoba. Ezen kívül még arra is van, mindjárt oda is elmegyünk. Szoba, ebből a szobából. Ott van még egy fürdő. Itt van még egy szekrény. Ebbe a fürdőben, hogy ez ilyen kisebb fürdő, ilyen zuhanyzó inkább, látod? Így néz ki. Na már megyünk tovább, ugyanis még van, még mindig van egy-két szoba. Megyünk tovább, kijöttünk ebből a szobából, ugye onnét jöttünk fel. Itt van egy szekrény, másik szoba, ez biztos, hogy nem a szoba. Sötét szoba, na mire. Itt van egy másik fürdő, zuhanyzó. Itt van még egy szoba, ami olyan szoba, hogy ebben is van egy szekrény, látod ide, tudod, elég nagy szekrény. És ahogy mondtam, négy tagú család fog itt lakni, tehát két kisgyerek, meg anyuka, meg apuka, rettentő nagy, de már látod, most világít a sapkám, ez azért jó, mert ilyen sötét hely, a kamerán nem lehet látni, de ugye bebújok, látod, sötétbe illetve mindent lehet látni, és tudom, hogy mit kell festeni, nem is az, hogy festeni, már lekapcsolom, átlok itt zavar, ugyanis a lukokat ugye el kell tüntetni a falon, tehát ilyen kisebbeket, most lehet, hogy a kamerán annyira nem lehet látni, de van itt ilyen pici-pici luk mindenfelé, és azokat ugye el kell tüntetni, és ezzel a sapkával, ha bekapcsolod, jól lehet látni. Na, megyünk tovább, ugyanis még van mindig szoba. Itt a másik szoba, ugye onnét jöttünk fel, oda ott voltunk benne az előbb. Itt egy másik szoba, mégis ez ugyanolyan szoba, ez nem olyan nagy, ez az utolsó kettő, de ebbe is szekrény. Látod? Na mindegy, úgyhogy elég nagy ház. Ami ott a szomszéd elég ilyen rumi se kicsikét, ahogy látjátok, van ott párnától elkezdve bicikli, kólásdoboz, mindenféle fajta szemét. Ugyanis ez a ház itt van valahol a központban, és erre régebbi házak is vannak, ilyen régebbi emberekkel, na minden, úgyhogy így néz ki. Úgyhogy én most nem állok, mint gyorsan visszanyek, megiszom még a teámat, aztán nekiállok valószínűleg dolgozni, aztán megyünk haza. Fele, nem sokára. Télen, nyáron. Befejeztem a munkát, hiszen nem elég korán befejeztük ma, ugyanis hétvége van, és általában ilyenkor kicsit korábban szoktuk befejezni. Csak nézem, nem eljön valaki, de senki. Rettentő meleg van, komolyan mondom, de a kesztyümet felhúztam, ezt a szép fehéret, mert kicsit most már koszos, lehet, hogy kell úgy. Jelenleg nincs olyan túl meleg, de meleg van, 31 fokot mutat az autó, és a kesztyűt akkor is fel kell húzni, nem akarom, hogy most próbálok indexelni bal kézzel. Na mit akartam mondani? Kesztyűt fel kell húzni, nem akarom, hogy ugye koszos legyen, vagy festéges legyen az autó, vagy a kormány. Úgyhogy most hazamegyek, csak megálltam a piros lámpánál, aztán valószínűleg gyorsan megzuhanyzok. Kicsit leütöm magam, mert meleg van. Egy kicsit ilyen izzadós az idő, nem olyan túl izzadós, de ugye decemberben most van ez az izzadó. December? Januáron! Te! 2018-ban! Mindenkinek boldog új évet, hogy elfelejtettem mondani. Furcsa még, hogy 18-ban, nem 17. Te! Na mindegy!
Aztán, amit akartam nektek mondani, a héten valószínű, legalábbis nagyon remélem, készül egy átveréses videó, ugyanis rettentősen kértétek, hogy mikor lesz megint átveréses videó. Megpróbálkozok egyel, az a baj, hogy általában csak a Lucas tudom átverni, vagy a feleségemet, aki nem szeret a videóban szerepelni. De kitaláltam egy érdekes dolgot, hogy hogyan tudnám átverni a Lucas-t. Szerintem elég vicces lesz, a Lucas nem hiszem, hogy örülni fog neki, de majd próbálom kárpótolni valamivel. Ugyanis ma meglátjátok, sokat nem akarok elárulni, ugyanis nem hiszem, hogy a Lucas nézi a videót, mert általában beleszokott nagy ritkán nézni a videóban itt-ott, de sokat nem akarok azért elárulni róla, hát ha nézi ezt a részt. Meg fogja tudni, hogy mire készülök, csak közben néztem, hogy van ott a szomszédban, ilyen garázs kiárusítás volt, hogy mondják ilyen. Mikor a garázsnál ott a háznál eladják az emberek a saját dolgukat, tehát ilyen használt dolgokat, hogy amit meguntak, ott volt egy ilyen felfújhatós csónak, azért csak néztem. Na igen, úgyhogy most megyek haza, nem tudom, lehet, hogy ma veszem fel azt a videót, vagy lehet, hogy holnap, és ma meglátjuk, sok mindent addig nem akarok róla elárulni, meg akarok válaszolni egy pár kérdésre, és vannak új feliratkozók a csatornán, legalábbis nézők, lehet, hogy nem feliratkozók, de nézők, és nem tudják, hogy miért lakok itt, hol lakok, meg kikivel van, meg hasonló dolgok. Csak ilyen, opa, csak ilyen gyors, ilyen pár másodpercet szeretnék egy-kettő kérdésre válaszolni, ugyanis, na várjál, beakadt az indexbe a kamera. Nyitom a garást, hogyha kinyílik, látod? De ott levágtam a füvet, most ilyen szép, és rettető hosszú volt. Ott is levágtam, vettem szegény nyírót, beállunk a garázsba, úgyhogy most szépen levágtam ott a sarkokba is a füvet, szép tiszta. Na. Látod, meddig mehetünk? Tudod, meddig? Koppanásig, puf! Látod? Koppantunk egyet, mondjuk, tudjuk, hogy... nem vagyunk a garázsba. Nem koppantunk. Sose, még egyszer nem koppantam, komolyan mondom. Mármint a falba. Behúzzuk a kéziféket, kihúzzuk a kulcsot, bemegyünk és iszunk egy jó nagyot. Megijesszük a Lucas-t, ott ül, mutatom. Látod, ott ül a szobában, rajta van a felhallgató. Észre lett! Szervusz! Mi a helyzet? Semmi. Alszanak? Nem. Nem? Akkor jövök be. A Davis alszik, úgyhogy csöndbe kell bemenni, hogy véletlen felébresztem. Bejöttem, a Davis még nem alszik, most megy aludni, a Lucas azt mondta, hogy alszik, nem alszik. Úgyhogy most én fogom letenni. Adom a tárgyra. Ja, amúgy egy kérdés, legelső kérdés, a Davis kicsoda? A Davis az én fiam, nem hasonlít rám? Oda néz, látod? Látod, olyan egyformák vagyunk majdnem, nem? Mi van? Mi? Mondod, hogy hello, szia, szevasz! Nem? Nem mondod? Ja? Oké, na, menjünk aludni. Ugyanis ez volt az egyik kérdés, hogy ez kicsoda ez a kisgyerek, az is az én fiam. Ja, az enyém, várj, mutatom. Oda, látod, oda belegurunk a kis ágyba. Aztán nem sokára lesz majd egy nagy ágyad. Ja, hoppálá, hoppá. Ajjaj. Hoppá! Na, a Davis most elmegy egyet szunyázni. Na, kimentünk a fókuszból. Látod? Ja, rendben van? High five. Oda. Egy ötöst, egyet. Uff! Na, szervusz. See you later. Bye-bye. Írd meg! Iszok egyet, vagy valami. Most próbálok nem hangoskodni, hogy akarok nektek gyorsan mutatni valamit. Ugyanis nem tudom, hogy láttátok-e vagy nem, de elértük most már a több mint 75 ezer feliratkozót, ugye közel járunk a 80 ezerhez, és ez alkalommal a Lucas készített nekem valamit. Várj, bevek ide hát, hogy nem akarok hangoskodni. Amúgy mindenkinek, komolyan mondom, mindenkinek nagyon meg szeretném köszönni ugye jó kommenteket, a feliratkozást. Én remélem, hogy el fogjuk érni a 100 ezeret ebbe az évbe. Én rettentően remélem, hogy ha eléred a 100 ezeret feliratkozót, akkor nem más kapsz, mint egy ilyen YouTube gombot. Egy ilyen ezüst. Tudod mi? Egy ilyen YouTube gombot. Ha eléred a 100 ezeret. A 100 ezeret nem értük el, elértük a 75 feliratkozót. Hamarosan, én mondtam hamarosan, reméljük, hogy ebben az évben. És mutatom nekik, jó? Mutatom. A Lucas készített nekem a 75 ezer feliratkozó alkalmából egy YouTube gombot. Mutatom. Oda! Látod, oda nézzél! Mert egy hasonlót kapsz, hogy eléred a 100 ezer feliratkozót, de ez az enyém, a 75 ezer, látod, 75 ezer feliratkozás alkalmából Ausztrália magyarul.
Szerintem elég jól sikerült. Lukasz, meddig csináltad? Mit mondtál? Egy óra. Egy órát. Egy órát rajzolta, ragasztotta, és ilyen szépen néz. Mert kivette abba. Ki? Mert meg akartam mutatni, látod? Még egy levelet is kaptam hozzá. Úgyhogy majd kirakom a falra, mondta a Lukasz meg. Majdnem van 80 ezer, most már majdnem 9 ezer. 796 feliratkozó. Hol van? Mutassuk. Ott 79 ezer. Ja, és itt mondja mind. Hol? Hol? Ott. Ja, ott mondja, látod? Olyan sokan vagyunk, 79.796. Majdnem. Elérjük szerinted, oppá, a 80 ezeret a héten? Vagy nem érjük el? Ma meglátjuk. Nem tehát, a hogy, héten, hogy, nem a héten, két hét múlva, ki tudja. Majd, hogyha nem vagy feliratkozva, és tetszik, kell. Amit csinálok, akkor nyomj egy feliratkozó gombot, hogy remélem, hogy elérjük a 80 ezeret, ha nagyon hamarosan. Csinálunk egy másik átverés. A most... Mit? A most popular upload, és mindez az egyek. Jó, az átverések. Tudom, sok nézte ezek. Látod, 569 ezeren nézték meg ezt az átverést, 475 ezeren ezt az átverést, a sörös átverést 389 ezeren, és így tovább a film. Lesz átverés. Hogy jött ez az ötlet? Ja, a kihívást. Hogy jött ez az átveréses ötlet megint? Én az a most popular. Én azt tudom. Te tudsz kapni sok felirakozót. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, és nem akarom túl hosszúra készíteni ezt a videót. Hogy délután mit csinálunk, nem tudom, hogyha csinálunk valami érdekeset, akkor le fogom filmezni. Hogyha nem, akkor nem. Úgyhogy már ennyit mindenkinek, további szép napot, hogy jó reggel. Jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok!